Sziasztok! Most Esterházy csirkeragút fogok készíteni. Annyiban elnézést szeretnék tőletek előre is kérni, hogy egyedül veszem fel ezt az egészet, úgyhogy pontosan ezért nem olyan jó a felvétel, vagyis hát ugye van, hogy nincs benne az egész edény, meg stb. Viszont annyira finom az étel, hogy muszáj volt felvennem, illetve nem volt egyébként arra időm, azért beszélek múlt időben, mert ugye nem most csináltam nyilván ezt az ételt, és nem volt arra már időm, hogy nagyon bevilágítsam, stb., mert rohannom kellett, de mindenképpen meg akartam veletek osztani, és nem tudom, mikor csinálok ilyet legközelebb, mivel hogy egy nagyon-nagyon egyszerű étel, és rettenetesen finom. Nézzétek meg, hogy hogyan készül ez. Az Esterházy csirkeragúnkhoz előző este be kell pácolnunk 1 kg csirke mellett. Látjátok, ilyen csíkokra kell felvágni az 1 kg csirkét, aztán a pálca következő 3 evőkanál, jó nagy evőkanál mustár, aztán egy nagy fejhagymát kell felvágni. Én ilyen kis kockára vágtam, elvileg ugye ezt nagyobb darabokra kell vágni, ugyanis amikor elkezdjük sütni a csirkét, a recept szerint általában úgy, hogy ezt ki kell szedni, és hagyma nélkül kell megsütni. Én viszont azt csináltam, hogy apróra vágtam, vagyis hát ugye ilyen kisebb kockákra vágtam a hagymát, és ugye úgy hozzátettem a csirkéhez, mert én egyben csinálom meg, amit most látjátok. Tehát az a lényeg, tehát akkor még egyszer, hogy 3 nagy evőkanál mustár, egy nagy fej hagyma, ezt döntsétek el, hogy beletesztek vagy nem, hogy kicsire vagy nagyobbra vágjátok, aztán kell bele bors, illetve babérlevél, 3 nagyobb darab babérlevél, és olajjal ezt az egészet össze kell keverni, tehát sót most estére nem kell beletenni, és ezzel kell bepácolni éjszakára, tehát egy éjszakát pihenjen a hűtőbe, állítólag ha 2-re pihentetitek, akkor még finomabb, nálunk most csak 1 állt, és másnap ugye ki kell szedni a babérleveleket, illetve a hagymát abban az esetben, hogyha ti nem vele együtt csináljátok, de amint tudjátok, én nagyon szeretem az egyszerű ételeket, és én minél egyszerűbben szeretem megcsinálni, úgyhogy én benne hagytam a hagymát. A lényeg, hogy most addig kell ezt az egészet párolni, még ez a sok lé, ugye, amit kieresztett a csirke, el nem párolog. És amikor elpárolgott a lé róla, akkor jön a következő lépés. Amíg a csirkének ugye elfő a leve, addig összekockáztunk fehérrépát, húzd a fehérrépát, és húzd a sárgarépát. És ahogyan elfőtt a leve, most már nekünk így nagyjából ezzel is ment, akkor hozzátesszük a répát, ezzel is kicsit átforgatjuk, hogyha kiszedtétek előzőleg a hagymát belőle, tehát ugye ti azt a módszert választottátok, hogy nagyra hagytátok a hagymát és reggel kiszeditek belőle, vagyis hát amikor elkészítitek másnap, akkor ugye most kell beletenni egy nagy fej hagymát összekockázva. Tehát ugye kisebb darabokra vágva, és akkor azzal együtt kell ezt az egészet összeforgatni. Következő lépésként hozzáöntünk 1 deci fehérbort. Én most ezt a fehérbort választottam, ezt tettem bele. Illetve öntünk még hozzá, egy pici vizet. Ezt az egészet összekeverjük. Most megsózzuk, ugye mert a só eddig kimaradt. Megborsozzuk, megint egy picit, de már csak ugye picit, mert ezt már előző este tettünk hozzá borsot is a páchoz. Összekeverjük. teszünk még hozzá babérlevelet. Ezt is így bejuttatjuk ugye ide alulra, hogy az ízekbe érjen bele. Még egy pici vizet. És tulajdonképpen most fedő alá tesszük, és egészen addig pároljuk, ugye, amíg a répák meg nem puhulnak, hisz maga a csirke már mondhatni kész is van. Amíg a csirkénk párolódik, addig 3 deci tejfölt össze kell keverni egy evőkanál tejföllel. Ugye ezzel fogjuk majd ezt az egészet besűrűsíteni. Amikor megpuhult a répánk, akkor ilyenkor én a babérleveleket kihalászom, azért, hogy a későbbiekben az ételnek ne legyen ilyen erős babérlevél íze. Most fogjuk, és ugye, amit összekevertünk, lisztet meg tejfölt, ahhoz teszünk egy kis meleget a léből, tehát ugye egy ilyen kis meleg levet, hogy majd ne ugorjon össze benne a tejföl, amikor bele öntjük, tehát hogy egy kicsit a hőmérsékletét ugye emeljük ennek a hideg tejfölnek. Bocsánat, csak az egyik kezembe fogni kell ugye a kamerát, a másikkal megkavarok. Most ez egy ilyen nagyon gyorsan kell megcsinálnom az ételt, mert mennem kell mindjárt Kíráért az óvodába. Fél délelőttemet a fogászaton töltöttük vele, mert annyira sírt, nem akarta engedni, hogy megcsinálják a fogát. Szegénykének az egyik az szúvas lett, az egyik tejfoga. Egy bocsánat, hogy most nem állítottam fel az állványt, meg mindent. A lényeg, hogy most fogjuk, és akkor ezt a tejfölös mártást ide hozzáöntjük. És ugye most fogjuk tulajdonképpen ezzel besűríteni ezt az egészet. Amikor összekevertük ugye a tejföllel, akkor citrommal fogjuk ízesíteni. Ez csak egy picit, tehát nem sokat kell beletenni. Illetve teszünk hozzá egy kis cukrot, ebből is csak egy picit. És most újra összekeverjük, és amivel még ízesítjük ezt az egészet, folyamatosan kóstolgatni kell, az a mustár. Tehát a mustár, a citromlé és a cukor fog neki adni még egy plusz ízt, és ezt mindenki ízlés szerint tegye bele. Ízesítésnek még beletettem a végén végül egy evőkanálnyi citromot, egy evőkanálnyi mustárt, egy kis kanálnyi cukrot, és ennyi volt az ízesítés. Plusz sóra nem volt szükségem, elég sós lett, úgyhogy így készen van az étel, nem maradt más hátra, csak a tálalás. Az ételhez ilyen szarvacska tésztát főztem ki, úgyhogy ezzel fogom tálalni. És így néznek ki az étel, miután tálaltuk. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót is, lájkoljatok minket, tudtok követni a Facebookon, Budapesti Família alatt szerepelünk, illetve ugyanígy az Instagramon. Ezeken ugye más jellegű fotókat is megosztok a családról, vagy hogy hol voltunk éppen, mit csináltunk, tehát ugye nem teljesen ugyanaz, mint amit a YouTube csatornán osztunk meg. Nem feltétlenül szorosan ugye azzal összekötődik, ott tudtok is nekünk írni, illetve kommentelni is tudtok minden a videókat, és ott meg szoktam osztani, amikor éppen új videót készítünk, vagy megjelenik egy új ugye a YouTube-on, vagy előre szoktam néha jelezni, hogy milyen videó várható, úgyhogy érdemes esetleg itt is követni minket, és kommenteljetek természetesen, és találkozunk egy következő videóban. Sziasztok!